Az országzászló avatási ünnepségen részt vett a felvidéki testvértelepülésének Szőgyén községnek küldöttsége is. A zászlót a Városházáról Tata általános és középiskoláinak legkiválóbb diákjai kísérték. Nem déli bábos szépség új országot teremteni, hanem kemény, jóra való elszántságot, sok munkát és kitartást, lemondást, újrakezdést, sok-sok türelmet igényel gyerektől és felnőttől, öregtől és fiataltól, szegénytől és gazdagtól, gyári munkástól és igazgatótól, tanártól és tanulótól, betegtől és orvostól, ilyen vagy olyan párt, vagy vallási közösség, vagy civil szervezet tagjától, egy szóval mindannyiunktól. Az összetartozásunkat erősítő szeretet melletti közös nevezőnk tehát az lehet még, hogy mindannyian többet akarunk tenni a közösségünkért, településünkért, nemzetünkért. Ennek az elszántságnak a megerősítésére állítottuk ide a megújult Kossuth terünkre Kontúr András szobrász alkotását, azt az országzászlót, amely a Vizek városában mi mást mintázhatna, mint a háborgó és békés vizet, melyből magasra emelkedve leng a magyar nemzet lobogója. Országzászló a szent koronával, az országunkat védő angyalokkal, és az erős kisközösségeket, a magyar településeket, jelen esetben Tatát jelképező kőtömbbel, sziklával, amelyre épülhet a haza. Városunknak, kistérségünknek ezzel az új alkotásával jelezni kívánjuk, hogy mi itt a tatai kistérségben élők is hiszünk a nemzetünk és egymás iránti szeretet és összefogás erejében. Éljen a magyar szabadság!